A zárt ajtók mögötti megbeszélésen a VMS törekvéseit, céljainak megvalósítását és a vajdasági magyarság integritásának megőrzését is érintették. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta továbbá, hogy nagyon fontos a párt politikai önállóságának megőrzése, azonban a szövetségek kialakítása is kiemelt céljuk. Minden országgal, főleg ezekkel a nagyhatalmakkal folyamatos kapcsolatban, kommunikációban kell lenni annak érdekében, hogy ők értsék, hogy mi az, amit mi a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben tettünk, teszünk és fogunk tenni, akár a magyar közösség érdekeiben, akár a szerbiai politikai szint és stabilitása érdekében, akár ennek a városnak és az épített örökség megőrzésének az érdekében, akár az idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása érdekében, például konkrétan Palicson. Hát ezek azok a témák, amelyekről lehet beszélgetni. Az együttműködés meg olyan formában képzelhető el, hogy segít a nagykövet abban, hogy esetleg befektetők érkezzenek ide. Ez tartozik az ő hatáskörébe. Dr. Pásztor Bálint elmondta továbbá, hogy a megbeszélésen szóba került a szerb haladó párttal fennálló együttműködés is. Hangsúlyozta, hogy a VMS a jövőben is a kormánykoalíció részeként képzeli el magát. Christopher Hill nyilatkozatában kiemelte, nagy öröm számára, hogy másfél év után ismét találkozhatott Dr. Pásztor Bálinttal, és fontos témákat vitathattak meg a párt és a magyarság helyzetével kapcsolatban. It was extremely valuable to me to see the prospects of what this party is trying to do with the Hungarian minority. The Hungarian minority plays a vital role in this city, in this region, and it is good to see that it is moving forward and continuing to play a vital role not only in this region, but also in the Republic of Serbia. A nagykövet elmondta továbbá, hogy érdemes külön figyelmet fordítani arra, hogy a magyar közösség milyen megoldásokat talált a helyzetének megerősítésére és a más nemzetekkel való együttműködésre, mivel ez másoknak is példaértékű lehet.